Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Zöld fejlesztés, elektromos teherautókat vagy kisbuszokat vehet Szexárd pályázati pénzből. A biztonság a legfontosabb, nincsenek céldátumok Paks 2-nél. Többletbevétel, nőtt az adóbevétel Bonyhádon. Balesetek, új figyelemfelhívó táblák a megye útjain. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! 2x 15 millió forintot költhet el Szexárd elektromos teherautó vagy kisbusz vásárlására egy nyertes pályázatnak köszönhetően. A helyi vagyonkezelő Kft. Már most is használ egy elektromos környezetkímélő autót, és több ezek töltésére alkalmas állomás is működik már a Tolnai megyeszékhelyen. Helyére került a töltőállomás csatlakozója, innentől kezdve nagyjából másfél óra alatt feltölti a lemerült akkumulátort a kút. Ez a második gyors töltő Szexárdon augusztusban adták át. Korábban a város elektromos autót is vett, ezt a helyi vagyonkezelő cég alkalmazottai használják a munkájukhoz. Pénteken a város képviselő testületének idei utolsó ülésén újra téma volt az elektromos járművek beszerzése. A város ugyanis egy pályázatnak köszönhetően jelentős összeget fordíthat két ilyen eszközre. Hogy most pontosan mi lesz, személyautó, kis teherautó, kis busz, ez még nem került meghatározásra, és ez tulajdonképpen egy keretösszeget jelent, 2x 15 millió forintot, én azt gondolom, hogy ebből már lehet venni rendes elektromos autót. Bármelyik járműhöz is jut hozzá a város önkormányzata, az biztos, hogy a fejlesztésnek köszönhetően jelentős megtakarítást tudnak elérni. Ezt mondja Ács Rezső, Szexárd polgármestere. Gondolkodunk abban, hogy bizonyos helyi közlekedési feladatokat például ezzel a kis busszal tudnánk megoldani, vagy akár itt a városon belüli szállítmányozáshoz egy kis teherautó talán szerencsésebb lenne, mint személyautó. Meglátjuk, milyen feltételeket írnak ki, én azt gondolom, hogy ez óriási lehetőség. Az elektromos autók mellett az ezekhez szükséges újabb töltők telepítése is terben van. A cél, hogy jövőre már 20 ilyen kút működjön Szexárdon. Jogerős környezetvédelmi engedélyekkel rendelkezik Paks 2, és a kisebb engedélyekből is már több mint 300-at beszereztek, mondta Süli János miniszter Kerekasztal című műsorunkban. A végső tervdokumentációt csak akkor nyújtják be a hatósághoz, ha majdnem biztos, hogy meg is kapják rá az engedélyt, a biztonság pedig mindent megelőz. Amit itt közöltek újságokban, alapvetően azok közölték, akik nem is akarják, hogy megépüljön, hogy itt a 32-es dátum, ma jóval hamarabb meg leszünk, de tényleg itt csak azt mondom, hogy találgatásokban én nem bocsátkozom, dolgozni kell, és akkor ha dolgozunk, akkor meg leszünk időben. Közel 2,5 millió forint értékben adományozott a helyi civil közösségek rászoruló családjainak Erzsébet utalványokat a szexárdi önkormányzat. Az ajándékcsomagokat pénteken reggel adták át. Köszönöm. Egymás után vették át a város civil szervezeteinek vezetői Szexárd polgármesterétől és alpolgármesterétől az Erzsébet utalványokkal teli papírszatyrokat. Szexárdon összesen 2,5 millió forinttal támogatja így a legrászorulóbb családokat a város vezetése. Összesen 1000 ember karácsonyát teszik szebbé. Az a véleményem, hogy a Szexárd város önkormányzata nagyon civil párti, igazán nagyon támogatják a szexárdi civil szervezeteket, anyagi erőforrások tekintetében is a lehetőségeikhez képest, és egyéb más vonatkozásban is, akár helység biztosítása vagy terület biztosítása térítésmentesen. Szexárdon annak, hogy a város anyagilag segíti a legrászorulóbb családokat, egyébként már több éves hagyománya van. Az E.ON mától január 6-áig felfüggeszti a kikapcsolásokat az ünnepekre való tekintettel. A társaság közleménye szerint haladékot kapnak azok a lakossági ügyfelek, akiknek tartós számlatartozásuk van. A kikapcsolási moratórium az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-vel szerződésben álló lakossági ügyfeleket érinti. A vállalása nem lakossági, illetve más energiakereskedővel szerződésben álló ügyfelekre nem vonatkozik.
Karácsonyi műsorral és ajándékcsomagokkal lepte meg a helyi gondozási központ Bátaszéken a rászoruló családok gyermekeit. A zenés színpadi darabot a Bátaszéki Felvidéki Néptánc Együttes legfiatalabb tagjai adták elő, a csomagok összeállításában pedig a város önkormányzata és bátaszéki vállalkozások is segítettek a szervezőknek. 145 gyermeknek állítottunk össze csomagot, ebből most a műsorra 78 gyermek kapott meghívót, őket várjuk ide erre a színvonalas rendezvényre, és a többiek pedig a Családsegítő Gyermekjóléti Szolgálatnál vehetik majd át az ajándékaikat. Arra igyekeztünk odafigyelni, hogy mindenkinek személyre szabottan állítsuk össze ezt a csomagot, hiszen a gyerekek zömével mi dolgozunk évközben, és azért a kollégák kifaggatták őket, hogy mi a szívük vágya, mi az, amire ők vágynának. Jelentős többletbevétele van Bonyhádnak, hangzott el az utolsó helyi képviselőtestület ülésén. A költségvetés bevételeinek növekedését a helyi adókból befolyt többlet okozza. Filóné Ferenc Ibolya polgármester azt mondta, ez lehetőséget teremt a városvezetés számára, hogy kielégítse az intézmények időközben felmerült igényeit. Én nagyon örülök annak, hogy arról tudunk beszámolni, hogy javaslatot tehetünk arra, hogy módosítsunk ezen a költségvetésen még az év utolsó perceiben is, mert 63 millió forinttal több ipariüzési adó folyt be a városba. Ennyiben növekedtek a bevételeink, mint amit azt februárban azt terveztük, és ez a többlet bevétel lehetőséget teremtett arra, hogy valamennyi intézményünknek a kérését és az önkormányzat további javaslatait támogassuk. A bonyhádi vállalkozások vezetőinek tartott évértékelő fórumot Filóné Ferenc Ibolya, a város polgármestere, aki a rendezvényen beszámolt a pályázati forrásokból elkészült fejlesztésekről, a város intézményeiben történt beruházásokról és azokról a kulturális programokról, melyek városmarketing szempontból kiemelkedőek. Az eseményen átadták az év vállalkozását elismerő Péter Manyakab díjat, melyet Schmidt Győző, a Danubiana Kft. Vezetője vehetett át. A jövőbe egy felelősség, hogy ennek megfeleljen az ember. Mert az egy dolog, hogy eddig mit tettünk, de utána is ennek megfelelően kell dolgozni, hogy lehetőleg megfeleljünk annak az elvárásnak, amit velünk szembe támasztanak. A biztonságosabb közlekedéshez is hozzájárulhat az a ködöt előrejelző, a korábbinál pontosabb adatokat szolgáltató rendszer, amelyen a Veszprémi Egyetem kutatói dolgoznak az Országos Meteorológiai Szolgálattal és a Pécsi Tudományegyetemmel közösen. A mintegy 800 millió forintos uniós forrásból zajló kutatás eredménye 2021-re várható. A rendszer képes lesz az autóutak és a repülőterek környezetében potenciális vészhelyzetet jelentő és gazdasági károkat okozó köd előrejelzésére. Az előrejelzés birtokában a hatóságoknak és az önkormányzatoknak lehetőségük nyílik arra, hogy korlátozzák a légszennyező források kibocsátását, tehát a fejlesztésnek az egészség megóvása szempontjából is fontos szerepe lehet. Idén már most többen haltak meg Tolna megye útjain, mint tavaly. A rendőrség emiatt a Magyar Közút Nonprofit ZRT közreműködésével a hatos út 4 pontján figyelemfelhívó táblákat helyezett el. A Sötétvölgy és Kakas közötti szakaszán az elmúlt években több halálos baleset is történt a gyorshajtás miatt. Ez a terület a vadak vonuló útvonalának is a része, ezért számos vad elütés volt itt az elmúlt időszakban, emiatt erre az útszakaszra újításként egy kétoldalú táblát raktak ki. Óriási a forgalom a Kakasd és Sötétvölgy közötti szakaszon a hatos úton. A hosszú egyenes út nem csak forgalmas, hanem veszélyes is. Itt történik a legtöbb baleset Tolna megyében. Néhány hónappal ezelőtt is tragédiával végződött egy baleset, ami egy szarvas miatt következett be. A rendőrség most felújította a baleset megelőző táblákat, hogy így figyelmeztesse az autósokat a veszélyekre. Baleset elemzési adatokat, illetve a baleset elemzését követően kollégáim úgy döntöttek, hogy a hatos számú főút az az útvonal, amely megye egyik legveszélyesebb útszakasza. Ennek megfelelően a megye teljes útszakaszán 4 figyelemfelkeltő táblát helyeztek ki kollégáim. Ez a tábla, aminél most itt állunk, ez egy teljesen új jelzőtábla, illetve figyelemfelhívó tábla. A tábla egyik oldalán arra hívják fel a figyelmet, hogy a gyorshajtás akár az ember életébe is kerülhet, a másikon pedig a vadveszélyre figyelmeztetnek.
Balesetveszélyes helyzeteket teremthet a köd, a hó és a csúszós utak, amikre Tolna megyében is számítani kell a meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint. Ezért a rendőrség azt javasolja, érdemes körültekintően vezetni és felkészíteni az autót a téli viszonyokra. Mindenképp téli gumik legyenek az autón, és a szélvédőmosó folyadékot is fagyállóra kell váltani. Fontos dolog az, hogy ebben az időjárási körülményben a csúszós utakon sokkal hosszabb a fékút. Mindenkinek felhívjuk a figyelmét arra, hogy a járművével úgy közlekedjen, hogy az előtte haladó jármű és az ő járművek között viszonylag nagy távolság legyen, ne menjenek a másik járműnek a közvetlen közelébe, hiszen annak hirtelen fékezése esetén komoly balesetek következhetnek be. Idén eddig 19 ember halt meg autóbalesetben Tolna megyében, tavaly egész évben 18-an. A legtöbb tragédia a gyorshajtás miatt következik be. Nyert a KSC Szekszárd női kosárlabda csapata az Európa csoport körében Csehországban, Nimburgban, a záró fordulóban vártnál is magabiztosabban, 72-49-re. Ezzel csoport elsőként playoff meccs nélkül bejutottak a szekszárdiak az Európa Kupa legjobb 16 csapata közé, s ellenfélre várnak az egyenes kieséses rendszerben. A sorozat januárban folytatódik. Lényegében már az első negyedben eldőlt azzal, hogy 18 pontos előnyt szerzett a cseh Nimburg otthonában az atomerőmű KSC Szekszárd, a papíron nehéznek ígérkező csoportkör záró meccse. Az elkövetkezendő 3x10 perc tiszta játékidőben nem volt más teendője a legjobb összetételben pályára lépő magyar bajnoki ezüstérmesnek, mint a megnyugtató előny megtartása. Ami teljességgel sikerült, köszönhetően annak, hogy a Nimburgban nem akadt egyetlen kiemelkedő dobó teljesítmény sem ezen a meccsen. Mindenki tette a dolgát náluk, küzdöttek becsülettel, de a kékek a Szekszárd ellen ma ez kevés volt, amelyet ezen a 22 pontig jutó Eldebrink, a 19 egységet szerző McCall és a 16 pontos Abby Bishop repített nagy célja a továbbjutás felé a H-csoportban. Meg is lett ez, miután a KSC Szekszárd 72-49-es győzelmével csoportelső lett, megelőzve legfőbb riválisát, a szlovák Ruzsomberokot, amely egyébként a célja otthonában a zárókörben kikapott 3 ponttal. A szekszári csapat playoff mérkőzés nélkül jutott az Európa Kupa 16 csapata közé, ellenfélre várva a januári egyenes kiesés szakaszban a folytatásra. Regionális híreink következnek. Ellenzéki tiltakozás Pécsen, nem vettek részt az idei utolsó közgyűlésen. Gázriasztó pisztollyal lőtt a parkolóőrökre, akár 3 évet is kaphat a pécsi férfi. Aranykézművek, közmunkások által készített áruknak nyitottak boltot Kelevízen. Tovább gyűrűzött a szerdai parlamenti tiltakozás hatása. A csütörtöki pécsi közgyűlés ülését is befolyásolták a parlamenti döntések, legalábbis a testület létszámában. Az ellenzéki politikusok távolmaradásukkal álltak ki a baloldal akciója mellett. Közben a képviselők nélkülük hoztak meg a várost érintő ügyeket az év utolsó testületi ülésén. Karácsonyfa és üres ellenzéki székek a pécsi közgyűlés csütörtöki ülésén. A baloldali képviselők nélkül döntött a városi testület idei évi utolsó ülésén. Az ellenzéket sajnálom, hogy így döntöttek és kivonultak. Amúgy hálás vagyok nekünk, nem törték össze a közgyűlési termet, ahogy Budapesten megtörtént a parlamentben. Ezt képest tényleg azt kell mondjam, hogy nagyon kulturáltan történt ellenérzés kifejezése, amit ők ugye megtettek. A munkatörvénykönyvének szerdai parlamenti módosításai miatt tiltakoztak távolmaradásukkal az ellenzéki politikusok. Azonban így is születtek döntések a pécsi ülésteremben. A Berdezsi Sportcsarnok, néhány óvoda, Liszt Ferenc zeneiskola és közintézményeink tekintetében 6 tételről van szó egyébként. Nyertünk jelentős összegeket, 150-től 800 millió forintig egyenként bezárólag, tehát összesen olyan 2 milliárd forintot megközelíti az értékhatár energetikai korszerűsítésre. Így olcsóbb lesz az intézmények működtetése. Döntöttek arról, hogy a taxidrosztok 100%-kal, a kültéri reklámok elhelyezése 30%-kal drágább lesz jövőre, valamint kitüntetésekről zárt ülésen, amiket később adományoznak.
Idén 4 somogyi munkáltató kapta meg a Somogy megyei kormányhivatal egészséges munkahely címét. Az elismeréseket immár 5. alkalommal adták át Kaposváron azoknak a cégeknek, alapítványoknak, amelyek az egészségfejlesztés területén kimagasló teljesítményt nyújtanak, és ezáltal is odafigyelnek dolgozóikra. A Kaposvári Vadvirág Alapítványnál 35-en dolgoznak, közülük 28-an megváltozott munkaképességűek. Ők a képzettségüknek megfelelő munkát tudnak végezni a civil szervezetnél, ahol többféle módon segítik a munkavállalók egészségfejlesztését. Különböző képzéseket szervezünk a munkatársaknak, a személyiségfejlődés egy nagyon fontos dolog, emellett a testi egészségükre is figyelünk. Egyrészt az ő adottságaikból adódó problémákat kezeljük oly módon, hogy elengedjük őket mindenféle vizsgálatra és rehabilitációra, és mi magunk is tartunk tornát a munkatársainknak. A Vadvirág Alapítvány mellett a Somogy megyei rendőrfőkapitányság, a Lakics Gépgyártó Kft., valamint a Borostyán Virág Alapítvány kapta idén a Somogy megyei kormányhivatal egészséges munkahely elismerését. Sajnos azt kellett megállapítanunk 2013-ban, hogy Somogy megye népegészségügyi helyzete nem csak az országos, hanem a régiós átlag alatt is van, tehát valamilyen lépésre volt szükség. Ez a felismerés hívta életre a megyei egészségfórumot, amelynek a legfontosabb célja, hogy egy prevenciós tevékenységgel együttműködő partnerekkel próbálja meg ráirányítani a figyelmet az egészséges életmódra. A kormányhivatalhoz tartozó több hatóság is kiemelten foglalkozik a munkavállalók egészségével, legyen szó munkavédelemről vagy éppen élelmiszerbiztonságról, hiszen mint az a megyei egészségfórum évzáróján elhangzott, Somogy gazdasága és társadalma számára egyaránt fontos, hogy minél egészségesebb lakói, dolgozói legyenek a megyének. Közös kutatási programokkal, hazai és külföldi tematikus konferenciák szervezésével segítik együtt a jövőben a nagymúltú magyar-afrika kutatás erősítését, valamint humanitárius és nemzetközi fejlesztési programok előkészítését. Erről írt alá együttműködési megállapodás csütörtökön délután a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Pécsi Tudományegyetem. Az eseményen elhangzott fontos szempont a kutatási potenciál és a szakemberképzés. Együttműködési megállapodást kötött a Pécsi Tudományegyetem és a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A szervezet hosszú évek óta karitatív és szakmai kapacitásfejlesztési feladatokat lát el az afrikai térség több országában, elsősorban a szubszaharai Afrikában. Győri Dani Lajos ügyvezető alelnök elmondta, szeretnék az egyetemmel megélni a közös felelősséget. Magyarország pici ország, lehet, hogy akár a karitatív feladatokban, akár az Afrikával kapcsolatos egyéb feladatokban nem mi töltjük be a főszerepeket, de pontosan ezért, ahhoz, hogy mi itt érdemi eredményeket érjünk el, az csak egy módon megy, hogyha mi azt a kevés erőnket, ami ebben van, azt egyesítjük. Az egyetemen működő Afrika Kutatóközpont vezetője elsődlegesen a kutatási potenciál és a szakemberképzés fontosságára hívta fel a figyelmet. Tarrósi István kiemelte, ez az egyetlen ilyen keretek között működő központ az országban, így nívós helyet foglal el a tudományos világban. 12 éve folyamatosan Magyar Tudományos Akadémia által akreditált folyóiratként Pécsről születik meg az egyetlen Afrika Tanulmányok folyóirat, amiben közösen is publikálunk, és még többet fogunk valószínűleg a jövőben. Itt Pécset szerveződik 2 évenként 2010 óta, ma már egy nemzetközi rangú afrikanisztikai konferencia. Az együttműködést szerződéssel erősítették meg a felek. A kontraktust Miseta Attila, az egyetem rektora, valamint Győri Dani Lajos, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke látta el kézjegyével. Vádat emeltek az ellen a pécsi férfi ellen, aki gázriasztó pisztollyal lőtt több parkoló őrre. Az eset még márciusban történt, amikor a vádott leparkolt gépkocsijával, de parkolójegyet nem váltott. A közelben dolgozó parkolóőr ezt észlelte és lefényképezte az autót. A férfi ezt látva trágár szavakkal illette az intézkedőt, akihez 2 kollégája is csatlakozott. A vita végül súlyos testi sértéssé fajult, amiért akár 3 év szabadságvesztésre ítélhetik a vádlottat. Ezen a felvételen látható az a férfi, aki ezzel a gázriasztó fegyverrel lőtt több parkolóőrre is. A vádlott idén márciusban egy élelmiszerbolt bejáratánál parkolta le gépkocsiját, parkolójegyet azonban nem vett. Ezt a közelben dolgozó parkolóőr észrevette, ezért lefényképezte az autót. Ezt a férfi látta, aki miután kijött az üzletből, trágár fenyegető kijelentésekkel kérte számon a parkolóőrt. Eközben az intézkedő 2 kollégája is a helyszínre érkezett, közölték a férfival, hogy eltekintenek a bírságolástól,
kapitánytól, ha jegyet vált. Ezt a vádlat meg is tette, de a jegyet a parkolóőrök lába elé dobta, és továbbra is obszcén szavakkal illette őket. Ezt a parkolóőrök kifogásolták nyilvánvaló módon. A férfi ekkor az egyikükhöz lépett, és nagy erővel fejbe ütötte a parkolóőrt, az egyik női parkolóőrt, aki ettől az ütéstől a földre esett, a társai pedig megpróbálták őt felsegíteni. A férfi eközben az autójából elővett egy gázriasztó fegyvert, és többször az intézkedő parkolóőrök felé lőtt. Ezeknek a lövéseknek egy része egyébként közvetlen közelről történt célzott lövés volt, és ezekkel 8 napon túl gyógyuló sérülést okozott a férfi a parkolóőröknek. Mivel a vádlott által használt pisztoly az emberi élet kioltására nem alkalmas, így a cselekmény súlyosabb bűncselekményt nem, pusztán súlyos testi sértést valósított meg, amiért 3 év szabadságvesztés is kiszabható. A vádlott egyébként az eljárás kezdete óta letartóztatásban van. Kelevízi kosár, szenyéri cirokseprű, nagyszokói tészta, valamint szökedencsi levendula. A közmunkások által készített portékáknak nyílt bolt a Somogy megyei Kelevízen. A település szeretné bemutatni a helyi és a környéken gyártott kézműves termékeket. Hajlanak a veszők, készülnek a kosarak Kelevízen. 15 közmunkás font tálcát, fás vagy éppen bevásárló kosarat. Mindennek az alapja a jó vesző. Ezt meg kell áztatni, és akkor nem szokott a törjön, hanem ez olyan, mint a gumi. És ez a jó. És ez a jó vesző ahhoz, hogy tényleg egy normális kosarat lehet belőle kihozni. Az asszonyok és a férfiak egyaránt szívesen fonják a szebbnél szebb termékeket. Egy közepes méretű kosár akár egy óra alatt is elkészül. Szüleimtől jöttek, meg igazából magamtól. Tehát leginkább magamtól nekem, amit látom. Én már voltam egyszer kosárpanóban, Mesztegnyőn, a Honiban, és én igazából ott tanultam leginkább. De hát sokat tanultam, sokat adtam, áttam. A kosarakat meg lehet vásárolni az egykori élelmiszerboltban. A napokban nyitották meg az üzletet, ahol a helyi mellett környékbeli közmunkások gyártotta termékeket forgalmaznak. Voltunk az országos közfoglalkoztatási kiállításon, ahol azt tapasztaltuk, hogy rengeteg értékes és értékteremtő munkát végeznek az önkormányzatok. Onnan jött az ötlet, hogy nyissunk akkor itt a településünkön egy ilyen kis boltot, amiben az önkormányzatok által készített termékeket bemutassuk és értékesítjük egyben. A kelevízi kosarak mellett hosszú vízi szőnyegek, szenyéri cirokseprők, szökkedencsi levendula termékek, nagyszokai száraz tészták, lekvárok, szörpök, savanyúságok kerültek a polcokra. A helyiek mellett az ország minden tájáról érkeztek vásárlók is hozzájuk. Tegnap jártam itt először ebbe a boltba, és vettem egy szilva lekvárt, ami igazából nagyon ízlett, és most kipróbálok egy másikat, azért jöttem, hogy veszek egy másikat. Terveik között szerepel a bővítés, szeretnék a térségükben dolgozó közmunkások kézműves termékeit árusítani a jövőben. Végül mutatjuk újra a legfontosabbakat. Zöld fejlesztés, elektromos teherautókat vagy kisbuszokat vehet Szekszárd pályázati pénzből. A biztonság a legfontosabb, nincsenek céldátumok Paks 2-nél. Többletbevétel, nőtt az adóbevétel Bonyhádon. Balesetek, új figyelemfelhívó táblák a megye útjain. Tolna megyében hétvégén borongós idő ígérkezik fagypont körüli maximum hőmérséklettel. Tartós gyenge havazásra készülhetünk, gyenge mérsékelt északi, északkeleti szél fúj. Éjszaka megszűnik a hóesés, felszakadozik, csökken a felhőzet. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!